Báta életében mindig jelentős szerepet játszott a turizmus. A település festői környezetben fekszik, a Gemenci erdő és a Duna is a közelben van, ezért népszerű kirándulási és kikapcsolódási helynek számít. Ebben az évben központi épületet újítottak fel 147 millió forintból, ahol virágbolt, turisztikai iroda, szálláshelyek és tájházi szobák kapnak majd helyet. A térség országgyűlési képviselője Horváth István szerint fontos, hogy a településre érkezők megismerjék annak történelmét és környezetét. Báta számos nagy csata előtti fontos helyszínként szolgált a magyar történelem során, és az új fejlesztéseknek köszönhetően a településre látogatók is képet kaphatnak arról, milyen fontos szerepet is játszott Báta a történelem során. Meggyőződésem, hogy a térségben az egyik legnagyobb lehetőség a turisztikai szempontból az Bátán van, hiszen Báta több szempontból is vonzó hely, meg vonzó hely lehet még, tehát nagyon szépek a természeti adottságaik, a népi hagyományok, amelyre minden Báta és minden Tolna megyei ugye nagyon büszke, de kevesebb szót beszélünk, de talán többet kellene arra vonatkozom, hogy Bát az egy történelmi kegyhely is. Tehát a Hunyadi családnak, Hunyadi Mátyásnak is voltak kötődései a településhez. Nagyon sok csata, győztes csata volt itt Báta környékén, és ha Vértanúk templomára is csak gondolunk, akkor egy történelmi kegyhely is, ami több évszázados hagyományokkal rendelkezik. Ezeket kezdtük el most leporolni, és ha még hozzátesszük azt is, hogy a Mohácsi csata, ami ugye nemzettragédiához vezetett, előtte este a király az itt a Vértanúk templomába tartotta az országgyűlését, és itt készültek fel a csatára, akkor sok szempontból, mint sikeres csaták és mint vesztes csaták szempontjából is történelmi kegyhely. Lehet azt mondani, hogy éves szinten több ezer turistát vonzhat Báta, ez meg kell építeni az infrastruktúrát, ahol most vagyunk, ez egy nagyon jó példája arra, hogy ezeket a területi operatív programból lévő turisztikai forrásokat hogyan tudjuk a helyi közösség számára értékké kovácsolni, és ez a mostani beruházás amellett, hogy érték, hagyomány és jövő lehetőség, 6 új munkahelyet is jelent a falu számára, én azt gondolom, hogy jó úton halad Báta arra vonatkozóan, hogy igazi ékszerdobozzá váljon. A turisztikai fejlesztések mellett az évek során hatalmas problémát jelentett a bátai lakosok számára a csapadék elvezetése. A hirtelen jött esőzések során leeső sok csapadékvíz okozott problémákat, azonban ezeket most kiküszöbölték az újonnan átadott vízelvezető árkokkal. Az elmúlt években polgármester asszonnyal közösen összefogva nagyon sok vízelvezetési pályázatot sikerült nem csak megnyerni, hanem megvalósítani is. Ezeket a beruházásokat mindig helyi, térségi, Tolna megyei vállalkozók hajtották végre nagyon jó minőségben, és ugye a mostani beruházás is közel 3 kilométeren építettünk ki vízelvezetést, felszínvizek elvezetését, első vízelvezetésre vonatkozó árokrendszert a településen, ami több mint 200 családot érint, tehát az a cél, hogy teljes egészében Báta a vízelvezetés szempontjából, a felszínvizek elvezetése szempontjából megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen, és ugye az árvizekkel kapcsolatosan, ami azért sajnos időről időre visszatér Bátára vonatkozóan, ott egy nagyon komoly mobil gát projektben vagyunk a polgármester asszonnyal, eddig mindenhol, ami ez ugye belül minisztériumhoz tartozik, pozitív támogató visszajelzéseket kaptunk, bízunk benne, hogy hamarosan be tudjuk jelenteni, hogy egy mobil gátat is tudunk Bátán építeni. Tessék itt a gyönyörű zenét! A pályázati feltételek átadása célzottan a népszerű Keszeg Fesztivál napjára esett. Ennek az eseménynek a legfőbb része a keszegsütő és a halpucoló verseny. Volt olyan, aki azt mondta, a jó sült keszeg titka a gondos elkészítés és a megfelelő fűszerezés, de volt olyan szakács is, aki szerint a titok a jó alapanyag volt. Darabos Attiláné azt mondta, hogy bár ők meghívott vendégek, minden évben Bátán vannak és nagyon élvezik a fesztivál hangulatát. Jó forró zsír, előre besózva és ropogósra sütve. Hát mi meghívott vendégek vagyunk körülbelül, hát hatodik éve, de nagyon szívesen vállalom. Szeretjük a halat, meg sütni is nagyon szeretem. Évről évre jobbnál jobb. Érdekes műsorok, szerintem minden korosztály számára megfelelő. Mindenki talál magának kezdőző programot, lehet kóstolni, nagyon sokfélét főznek. Vadpörköltet is, mi babgulyás is főztünk. És természetesen hal minden mennyiségbe, hiszen a Keszeg Fesztivál.
a keszegről szól. A fesztiválon nem csak a sült keszeg szerelmesei hódolhattak kedvenc ételüknek. A sült hal mellett természetesen a bográcsok is előkerültek a halászlevek, vagy éppen a pörköltek számára. Kaiser Robert szerint színvonalas a fesztivál, és a szervezésre sem lehetett panaszuk. Marha pörkölt készül, 20 főre hivatalosan, de hát látod, azért 40-nek elég lesz biztos. Igazándiból a titok, hát a rutin meg az évek elsősorban, hát a nyersanyag. Meg hát ugye van egy-két összetevő, meg hát mindenki már ilyen alföldiesen csináljuk, ilyen rétegesen, tudod. Egy réteg csont, egy réteg hagyma, fűszerek, megint egy réteg hús, tehát így. És nem nagyon van kevergetve, így csak elszórt pákol magám. Színvonalas. Összességében minden, de tényleg frappánsan megvan szerve. Látod, hűtőkocsi is van itt nekünk is. Azt mondom, hogy frappás. Báta polgármestere szerint nagy hagyománya van a Keszeg Fesztiválnak, és ezt a település igyekszik jó programokkal meghálálni. Tradicionális a helyzet, hogy minden évben a Keszeg Fesztivál most már közel 20 éve megrendezésre kerül. Hát egy kis összefogás Báta részéről, a bátai emberek barátaik, baráti társaságaik részéről, és úgy gondolom, hogy ez a nap egy kellemes időtöltés a halászlé és a sült kárász keszeg jegyébe. A Keszeg Fesztivál azért, mert a bátai ember lehet, hogy a kárászt jobban szereti, mint a keszeget, de miután kárász településsel nagyon jó a kapcsolatunk, így hát nem mertük Kárász Fesztiválnak nevezni, hiszen hát nem volt ildomos, ezért úgy gondoltuk, hogy azért a Dunában is, meg a holtágakban is elég sok keszeg van, és akkor legyen Keszeg Fesztivál a neve. A fesztivál nem csak a legnagyobbaknak kínál szórakozási lehetőségeket. A legkisebbeket trambulin és légvár várta. Egy biztos, itt éhen nem maradt senki sem.